12 perc elmúlt fél hét, indul a ma reggel itt az M1-en, mégpedig nemzetpolitikával. A magyar nyelvű oktatásról és a magyarság kihívásairól tanácskoztak Kárpátalján a Fidelitas rendezett szemináriumot Kárpátalja jövőjéről. Az ukrán válság miatt pénzzel is támogatták egyébként őket. Tegnap egy filmbemutatóval zárult a program, az MTV a kárpátaljai tudósítói mutatták be az Ukrajna újra töltve a hibrid háború című filmet. K. Debreceni Mihály beszámolója. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Kárpátalján, a Beregszászi járási Makkos Jánosiban tart kétnapos nemzetpolitikai kerekasztalt a Fidelitas. A részletekről pedig a szövetség elnökét kérdezem. Mit kell tudni a rendezvényről? Jó napot kívánok. A rendezvényt azért hoztuk ide ki Kárpátaljára, mert tavaly június 6-án egy gyűjtést szerveztünk, egy fél éves időtartamon keresztül gyűjtöttünk a kárpátaljai magyar fiatalok részére, az itteni magyar iskolák étkeztetését kívántuk támogatni. A Fidelitas megalakulása óta nagyon fontosnak tartja, hogy a határon túli magyar testvéreinkkel minél szorosabban fűzzük a kapcsolatot, és hogy a szükséges nyilván támogassuk őket mindenbe. Ez a gyűjtés gyakorlatilag, ahogy említettem, fél éven keresztül zajlott, több mint 30 akciót hajtottunk végre. Egy kárpátaljaért.hu honlapon keresztül közvetlenül lehetett adományokat felajánlani, illetve süteményvásár, jótékonysági süteményvásárokat, mézes kalácsvásárokat, halászlé főző versenyeket szerveztünk, ahol mind az összes bevételt a említett célnak gyűjtöttük össze. Azt hiszem, hogy nem kis összeg gyűlt össze, majdnem 2,5 millió forintot sikerült fél év alatt összegyűjtenünk. Ez több száz Fidelitasos tagunknak a kemény munkájának köszönhető, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget. Ha jól tudom, az anyagiak mellett könyvadományt is hoztak Kárpátaljára. Így van, több felajánlás is volt. Nyilván elsősorban azt kérték a kárpátaljai magyarok, ugye a társszervezetünk, a KMK ifjúsági tagozatával együtt szerveztük az adománygyűjtést. Ugye azt kérték, hogy lehetőleg pénzt gyűjtsünk, hiszen annak van itt a legnagyobb hiánya, tehát így tudunk a legkönnyebben segíteni, de emellett számos felajánlás érkezett még, és valóban egy nagyobb könyvmennyiséget is hoztunk ki. Egyébként korábban, a korábbi években rengeteg magyar iskolának hoztunk ki magyar nyelvű DVD-ket, DVD-lejátszókat, hogy ezzel is támogassuk az iskoláknak az infrastruktúráját. Tervezik-e folytatni ezt a gyűjtést? Természetesen ugye minden évben van a Fidelitasnak egy nagy központi jótékonysági adománygyűjtése. Több kisebb adománygyűjtést is szerveztünk már Csángóföldre, Erdélybe, Vajdaságba, Felvidékre, és szinte majdnem minden évben Kárpátaljára is van. Mindenképpen azt tervezzük, hogy jövőre is folytassuk az akciót. Kárpátalja után hova terveznek ellátogatni? Vajdaság, Erdély, Felvidék? Hát gyakorlatilag kisebb-nagyobb rendezvényeken minden évben többször is megyünk. Ugye nem is olyan rég jártunk Kolozsváron, de a Tusványosi Szabad Egyetemen minden évben ott vagyunk, Felvidéken is többször több rendezvényen részt veszünk, illetve a vajdasági kapcsolatokat is próbáljuk erősíteni. Nyilván nagyon fontos az, hogy élő kapcsolatot teremtsünk a határon túli magyar szervezetekkel. Gyakorlatilag évente 3-4 olyan alkalom van, amikor megpróbáljuk őket össze, a Fidelitasnak a partner szervezeteit összegyűjteni, és ahol Magyarországon, hol az említett Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben vagy Vajdaságban legfőképp kilátogatni, és akkor ott egy együtt gondolkodás, egy közös megbeszélés keretében megbeszélni a jövő dolgait. Börösz Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést!